átadták Sejjén a Déli Agrárszakképzési Centrum üvegházát. A beruházás keretein belül már 2017-ben szerkezetkész állapotban állt az épület. Később 864 négyzetméteren alakították ki a termesztési területet, melyhez 21. századi technológiák és modern fűtési rendszer is kapcsolódik. Az ünnepségen Bogdán Boglárka, agrárszakképzésért felelős helyettes államtitkár a kertészeti ágazat helyzetéről beszélt. Elmondta, a mezőgazdaságban dolgozóknak egyik nagy vágya, hogy stabil, kiszámítható körülmények között tudjanak termelni, hogy előre tudjanak kalkulálni a piaci, időjárási, gazdasági viszonyokkal. A magyar kertészet a magyar mezőgazdaság legintenzívebb és kis területen nagy értéket előállító, a legtöbb kézi munkaerőt foglalkoztató ágazata. A kertészeti ágazatok jelentős szerepet vállalnak a vidéki foglalkoztatásban és egyben a vidéki lakosság helyben maradásában. Mintegy 300 ezer családnak biztosítanak teljes vagy részfoglalkoztatást. A kertészeti termelés döntően családi gazdaságokban vagy kis és közepes vállalkozásokban folyik. A 2021-es évben a mezőgazdaság kibocsátásának mintegy 11,5%-át adta a kertészeti ágazat. Nyugodtan kijelenthetem tehát, hogy a kertészeti ágazat a mezőgazdaság egyik legfontosabb ágazata. A klimatikus viszonyok változása pedig elengedhetetlen teszi az öntözés, a jég és a fagyvédelem fejlesztését. Előtérbe kell tehát helyezni az új, innovatív környezetbarát technológiák és termesztési módok elterjesztését, az energiafelhasználás hatékonyságának javítása érdekében. Még nagyobb szerepet kap tehát az üvegházi termelés, hiszen ez a legkevésbé az időjárás viszontagságainak kitett ágazat, és ebben tudunk a legkiegyensúlyozottabban dolgozni. A COVID-járvány következtében érezhetően nő, a megnőtt az igény a belföldi termékekre. A magyar vásárlók egyre nyitottabbak az újdonságokra, egyre népszerűbbek a különleges formájú és ízvilágú zöldségek. A paradicsom esetében mára folyamatosan növekszik a koktél, cseri, datoja, paradicsom aránya, illetve egyre népszerűbbek a sárga és csokoládé színű fajták. Ezeket viszont már csak a legmodernebb üvegházakban lehet termelni. Így ez a tendencia még hangsúlyosabbá teszi ennek a fejlesztésnek és a modernizáció szükségességét. A paprikából szintén egyre keresettebbek a változatos formájú, az édesebb, színesebb termékek, ebből adódóan megnőtt az igény a hazai kalifornia és britamin paprika iránt. Ugyanakkor jelenleg a kaliforniai paprika mintegy 90%-a még importból származik. Mindezek alapján tehát fontos célkitűzés a jövőre nézve a különleges paprika és paradicsomfajták termelősének is a bővítése, annak érdekében, hogy ezen termékek esetében is a jelenleginél sokkal nagyobb mértékben tudjuk hazai termékekkel ellátni a piacunkat. A projekt során a közfoglalkoztatási mintaprogramhoz is csatlakozott az intézmény, mondta a beszédében a közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár. Réti Pál kiemelte, az elmúlt 10 évben ez volt a legnagyobb beruházás, amit a belügyminisztérium koordinált. A támogatás magában foglalta az üvegház teljes beruházási költségét. Az a fűtési rendszer kiépítést, közbeszerzés költségeit, az acélvágas, bálatárolót, kisterrautó, teleszkópos rakodógépet, kamerarendszer kiépítésének a költségeit, működési célú anyagköltségeket, műtrágya, vetőmag, palánta, fertőtlenítőszer, hatósági engedélyek, termesztések, szükséges szerszámok, eszközök, virágcserék, szaporítótárca, műanyagláda és minden, ami a működő képességet biztosítani képes. Ugye önök a megvalósított beruházással és fejlesztéssel a támogatás lejártát követő 4 év időtartamban 5 fő nyíltpiacon foglalkoztatott munkavállalónak a foglalkoztatását vállalták, és a létrehozott beruházást pedig 5 évig fent kell tartani és működtetni kell. Mi azt gondoljuk, hogy az üvegház kialakításának nagyon fontos szerepen az Orvánság apró falvai felzárkóztató közfoglalkoztatási programjainak a megvalósításában, és a Sejjé Oktatási Intézmény az Orvánság részben a felzárkóztatási program és érintett kis településeinek a nagyon jó hátterét, esetenként képzési hátterét és szakmai hátterét is biztosíthatja. A belügyminisztérium a kormányhivatalokkal közösen és nyilvánvalóan az önkormányzatokkal és közfoglalkoztatókkal együttműködve olyan jövőre mutató tájegységeken belül önálló termelés kialakítására, mezőgazdaság helyi tradíciókon alapuló termékfeldolgozás támogatására törekedett az elmúlt időszakban,
amelyek a nyílt piaci foglalkoztatás lehetőségét is magukban hordozzák. Mindamellett, hogy értelmes értékteremtő foglalkoztatási lehetőséget hoztunk létre, többek között itt az ormánságban is, nyílt piaci munkahelyeket is létrehoztunk, amelyek eredményeképpen egészséges termékek juthatnak el a helyi közösségek számára, a távolabbi piacokra, illetve a helyi közétkeztetésbe is. Meg kell említsem azt, hogy amikor hátrányos helyzetű településekről beszélünk, vannak más minisztériumoknak is olyan jellegű fejlesztési programjai, amelyet mi igyekeztünk becsatornázni ezekre a településekre, ahol komolyabb fejlesztéseink vannak. És meg kell, hogy említsem, hogy van egy GINOP 129 hátrányos helyzetű településeken működő mikro és kisvállalkozások fejlesztésének támogatása program, amelyben én örömmel jelenthetem önöknek, hogy az önök településén 11 vállalkozás volt kedvezményezett, összességében 241 millió 670 ezer forintot kaptak ezek a vállalkozások gép és eszköz beszerzése, korszerűsítése és versenyképesség javítása. A Selyei Üvegházban a legkorszerűbb technológiákkal is megismerkedhetnek a fiatalok, úgy mint az automata öntözőrendszer, az intelligens klíma vagy a biomassa hőközpont. Ez is hozzájárul ahhoz, hogy a jövőben kiváló szakembereket képezzenek a mezőgazdaság, a kertészet számára.